Szép napot kívánok mindenkinek, bună ziua cei care ne urmăriți. Suntem acum la Bălan, unde acum s-a terminat vizita echipei de jurnaliști, care a fost organizată de către UDMR. Tehát az RMDS-nek a szervezésében véget ért az a látogatás, aminek keretében 22 bukaresti központi sajtó, TV híradó, tehát hírTV csapata részéről itt voltak ez a 22 ember, és több megyét meglátogattak, az utolsó pont itt volt Csíkban, és erről fogunk néhány szót önök számára elmondani, de megkértik, hogy egy személy a sajtó képviselői közül, akik tartják a mikrofont, vagy ott állnak a kamera mögött, mondják el egy képviselőn keresztül legalább, hogy ők hogy látják ezt az elmúlt napokat, hisz ugye Árgyes megye volt, Kovászna megye volt, tegnap Udvarhelyszék volt, és ma Csík. Dacă puteți să vă prezentați și să mergeți pe autobuz, că bună ziua. E ultimul pas. Numele meu e Sebastian Zacman, sunt jurnalist la Prima TV, unde fac emisiunea Insider Politic și unde am avut invitații în emisiune și liderii maghiari, Kelemen Hunor și Tanțoș Barna până acum. Urmează să vină și domnul Cheche Otilo chiar duminica asta. Și am făcut parte din delegația de jurnaliști care a venit aici să vadă problema urșilor și pot să vă spun puțin că realitatea e puțin diferită, realitatea din teren de realitatea de la București. Vânătoarea urșilor e un subiect care stârnește foarte multă emoție și în presă, și în societatea civilă, și în rândul politicienilor. Dar când vii aici și stai de vorbă cu oamenii și vezi că unii rămân fără animale, fără vaca din grajd, fără porci, fără oi și așa mai departe, ba chiar vezi și copii, aș spune traumatizați, care au văzut ursul pe stradă și cărora le e frică să meargă la școală ca să nu se întâlnească cu ursul, îți faci puțin altă părere. Prin urmare, cred că e binevenită acum această ordonanță de urgență pregătită de guvern. Da, și cumva suferința oamenilor, deci în echipă ați văzut, nu? Deci cum este impactul? Și da, aceste informații nu prea au ajuns. Exact, nu prea ajung la urechile nici ale politicienilor, nici ale jurnaliștilor. E și această distanță, mă rog, față de București, față de presa centrală. Dar, într-adevăr, aici vorbim de niște drame care se întâmplă în localități și ceea ce a fost așa și mai frapant pentru mine, că oamenii totuși trăiesc în localități de, nu știu, 30, 40, 50 de ani. Și au spus că problema s-a acutizat în ultimii ani. Adică era conviețuirea omului cu animalul, totuși era pașnică până în anul ăsta, anul trecut, când pur și simplu a fost această semi-invazie, să spunem, a urșilor care au devenit agresivi. Sunteți om de presă. Dacă vă uitați aici la acest bușteni, nu? La prima vedere, spune zice că se taie pădurile. Se taie pădurile. Dar dacă camera, pe telefonul putem să ne arătăm acolo, și peste tot. Deci aici a fost acum 2 ani o doborătoare extraordinar de puternică. Deci cam 300.000 de metri cub de lemn a fost doborât de vânt și trebuie să fie acești bușteni trebuie să fie transportați de aici pentru că s-a rimboldenit restul pădurii. Deci eu cam aici văd diferența, că dacă puteați să veniți cu o cameră și să faceți o știre de senzație că păi s-a tăiat pădurea. Exact, nu, asta e deja fake news și presa nu are nevoie de așa ceva, de fake news, are nevoie de realitatea din teren, pentru de asta am venit aici, în Harghita și în Covasna și în Argeș, ca să vedem într-adevăr cum trăiesc oamenii și cât de periculos e acest fenomen al urșilor care vin în localități. E valabil și pentru subiectul tăierii pădurilor. Trebuie să știm exact dacă, într-adevăr, unde se taie cel mai mult pădurile, cât se reîmpăduresc, pentru că am discutam și cu omologul dumneavoastră de la Covasna, domnul Tamas Sandor, care la fel spunea că statisticile oficiale arată de fapt că sunt mai multe păduri în Covasna decât în 1990. Mă rog, diferența nu e foarte mare, nu e semnificativă, cu 5%. La noi este semnificativ. Deci în 10 ani, 17% a crescut teritoriul în pădure. 17 în 10 ani. Pentru că una dintre cauze este și ursul. Deci ați văzut, oamenii nu vor să mai lucreze pe câmp. Le e frică să se ducă în zonele care sunt apropiate de pădure. Se ia tufișul și se reîmpădurește. Da, da. Ok, atunci mulțumim. Vă mulțumesc și eu și ne mai vedem. Ok, să dăm microfonul domnului senator. Senatorul
te voltál ennek az útnak a, úgymond a, hát a vezetője, és végigvitted három megyén itt a csapatot. Egy kényelmes farkaslaki busszal, majd mutassuk meg, kicsi reklámot Tarsztúrnak, mert bízunk a munkájukban és a tevékenységben. Miért érezted ezt fontosnak, illetve a sztorit két szóval tudnád mondani, hogy hogy jött össze az út? Először is üdvözlök én is mindenkit a Facebook oldaladon. Igen, ez egy háromnapos turnén vagyunk túl, Árgyes megyébe kezdtük. Sokkal több helyre kellett volna menni, de az idő szűke nem engedte, mert abban a szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy nem csak Hargita és Kovászna megyében vagy Árgyes megyében probléma a medve kérdés, hanem Besztehetsze megye, Brassó megye, ugye Árgyes megye, Szucsávába is, tehát ez egy országos probléma, és általában a központi média szokta félre magyarázni ezt az egész kérdést. Sokszor arra fele tolnák, hogy a tévémacira gondoljon mindenki, amikor medvéről beszélünk, és hogy az ember milyen rossz, mert a medvének rosszat akarunk, és valójában mindenki ki akarja lőni a medvét. És egy igen fontos részletről feledkezünk meg, az az ember élet, ugye, amit az alkotmány is előír. Tehát az ember élet fölött nincsen semmi más, ezért kellene prioritást érezzen mindenki számára. Persze azt is ki kell hangsúlyozni, hogy nem az a feltett cél, hogy a medvék ellen egy hadjáratot indítsunk, hanem egyszerűen a Székelyföldön és az említett megyékben élő emberek életére, vagyonelemeire törő medvékkel valamit kezdeni kell. Ugye folyamatban van egy sürgősségkormányrendelet, amit Táncos Barna, a környezetvédelmi miniszter úr indított útjára, egy igen tág körű konzultáció előzte ezt meg, és ez a sürgősségkormányrendeletnek az a célja, hogy egy törvényes keretet adjon arra, hogy beavatkozni lehessen a medve kérdésbe, de amit valójában ki szerettem volna hangsúlyozni, ugye a román média sokszor félremagyarázza ezt a helyzetet, ezért volt fontos az, hogy a román média képviselőit elhozni ezekbe a megyékbe, és egy tárgyilagos, objektív tájékoztatást adni nekük, azért, hogy a terepen, helyben lássák azt, hogy mi a helyzet a medvével, szóba állnak olyan emberekkel, akiket megtámadott, szerencséjükre, a szerencsétlenségükbe túlélték ezeket a medvetámadásokat, gazdákkal szóba állnak, akinek az állatait terrorizálták, és ma reggel is volt egy tévés bejelentkezés, ahol ugye az kezdték, hogy mi van a medve, hogy hívják ezeket, az ilyen megfigyelők tornyokkal. És akkor is azt hangsúlyoztam ki, hogy például Román András falván, ahol még turista sem járt, mindentől is távol van, a medve ott is bejár az emberek udvarára. Tehát nem csak a turistákkal teli övezetekben van jelen a medve, hanem azokon a térségekben is. Ott is meg kell oldani a problémát. Igen, hát ugye pont ma Csikkarc falván is voltunk, Bartalis testvéreknél, és ott elmondta, hogy az ő udvara körül van 12 medve, ebből többnek van több bocsa, illetve arrébb még közel fél száz medve egy pár száz méteres körzetben. Úgyhogy ez nagyon fontos volt, azt gondolom, hogy a bukaresti sajtó képviselőnek be tudtuk mutatni. Így van. Kik voltak itt, melyik tévé? Hát szinte minden. Szinte mindenik tévé orgánum, média orgánum. Tehát valójában az összes román tévé. Na hát ehhez a munkához én nektek kitartást kívánok, és hát bízunk benne, a rendelet az át fog menni, és a csapatot te viszed tovább, úgyhogy akkor neked jó utat. Köszönöm szépen, elnök ura, hogy fogadtál minket, és hogy tájékoztattad, mert ugye Isten igazából a medvével kapcsolatos információk halmaza az nálad hát megtalálható, egy és ez fontos volt, hogy ezeket bemutattad. Jó. Köszönöm szépen, és találkozunk majd a hét Viszlát. Folyamán. Jó utat, ügyeljenek az újságírókra. Viszontlátásra. Jó. Nyugodtan mehetnek, viszontlátásra. Itt még el szeretném önöknek azt mondani, hogy tehát ennek a programnak a keretében ugye Árgyes megye volt, Kovászna megye, ahol Bikszát, Tusnádfürdő,
és udvarhelyszéken Román András fal, Farkas laka, Homorót fürdő, majd itt nálunk Dobrika, Adrián Dobrika doktor úr magyarázta el, hogy lassan a világ legnagyobb sajnos medve, tehát medve által megtámadott emberek ügyében a legnagyobb tapasztalattal rendelkezik, több mint 200 operáció áll mögötte a súlyos medvetámadások tekintetében. És voltunk Karcolván, itt Domokoson láttuk, azt is megmutattuk az újságíróknak, hogy három szálas, tehát fent, középen és lent villanypásztor volt, és úgyis a medve bement, a bárányokat elvitte. Tehát ilyen szempontból van jó néhány olyan városi legenda, amit jó volt, hogy láttak a saját szemükkel azok az emberek, akik ebben az országban a híreket úgymond gyártják, és azoknak a képviselői. Úgyhogy ez az RMDSZ részéről egy nagyon fontos hiánypótló bemutató volt a központi sajtó számára. Ez mindenkinek köszönöm, aki ezt kitalálta, megszervezte, és örvendek, hogy eljutottak ide Hargita megyében is. A helyszíni tájékoztatások sorát fogjuk folytatni, mert mindenki, akinek bármilyen a helytől, a tájtól, az itteni valóságtól elrugaszkodott gondolatai, elképzelései vannak, azokat mindenkit meghívunk ide, jöjjenek el, nézzék meg, álljanak szóba az emberekkel, kérdezzenek. Tehát itt most nem arról van szó, hogy betanított válaszokat kapnak, hisz az újságírók azért szétmentek, mindenki csapatonként szóba álltak emberekkel a településeken, és egybehangzóan azt mondták, amit hallhattak az előbb a Prima TV képviselőjétől is, hogy teljesen más a valóság, mint amit ők tudtak Bukarestben, úgyhogy az út hasznos volt. És holnap vasárnap 11 órakor erről az útról is fog a Prima TV-ben 11 órakor Cseke Attila miniszter beszélni, tehát az a kérésem, hogy holnap 11 órakor a Prima TV-t kapcsolják be, aki nincs persze Szentmisén, és az adást tekintsék meg, illetve ezt a videót osszák meg, hogy lássák minél többen, hogy milyen erőfeszítések kerülnek kifejtésre azért, hogy a medve kérdésben érdemlegesen szakszerű válasz jöjjön, szakszerű intézkedések jöjjenek, és azok a döntéshozók, akik esetleg félnek megnyomni a gombot, szavazni, felvállalni egy-egy szabálynak a módosítását, hogy a Hargita megyei, Kovászna megyei és a többi Maros megyei, többi emberek élete ne legyen ekkora mértékben veszélyben, mint ma, ahogy van, azok kapjanak egyféle média támogatást is, hogy nyugodtan tegyék meg, mert helyesen cselekszenek, és nem kell a medvét plüssmaciként kezelni. Köszönöm szépen mindenkinek, és ma délután még lehet, hogy fogunk találkozni, mert Csíksomjon, a Szent István Kollégium udvarán úgymond gyógynövényes nap van, aki teheti 16 órától ma Csíkszeredából vagy környékből, jöjjön ki Somjóra a fűszer kert, a gyógynövényes kert nyílt napjára, eseményére. Kérem, osszák meg ezt a videót, alul írjanak véleményeket, viszontlátásra!